A nevem Láng Péter, 42 éves vagyok, és személyedző vagyok. Edzeni viszont most így nehéz időkben, ugye most már lassan egy éve, vagyis hát most már egy éve ezzel küszködünk. A otthoni edzéseket tudom ajánlani, tehát hogyha van például egy gumikötelük, amit megint nem mondom ki, milyen multi, de akár ezt be lehet rendelni webshopon is, tehát gumiköteleket. Tehát ideiglenesen szinten tartásra tökéletes gyakorlatokat lehet. Tehát én járok személyedzést tartani lakásokra, és ott, ha már van egy húzockodó, falra felszerelve, azzal már rengeteg dolgot lehet csinálni. Tehát akár lehet ugye gumikötéllel tricepszezni, lehet bicepszezni, húzockodni. Alapvetően vannak kézisúlyzók, tehát otthon is sok mindent meg lehet csinálni, most már tele van az internet ezekkel, tehát rengeteg home workout videó van, ami tényleg segítenek az embereknek. Nem mondom, mondjuk van nagyon sok olyan, ami igazából kivitelezhetetlen, de hogyha már tényleg van egy ilyen, vesz egy pár ezer forintért egy gumikötelet az ember, azzal tudja szinten tartani magát, tehát hogy ez nem okozhat problémát, aki szeretne formában maradni. Hát, táplálkozás szempontjából igazából erről órákat lehetne beszélni, viszont lehetne egy kicsit nagyon szakmaira is belemenni, viszont én úgy gondolom, hogy aki amatőr vagy csak hobbi szinten szeretne ezzel foglalkozni, vagy tényleg csak egy kicsit fittebb külsőt szeretne magának, tehát kicsit kisebb hasat, nem azt mondom, hogy versenyfazonra edzeni magát, tehát hogy nem versenyző szintre kihozni a testét, hanem tényleg csak, hogy egy kicsit egészségesebben éljen. Én úgy gondolom, én minden kliensemnek azt szoktam tanácsolni, illetve nyilván táplálkozás tanács szempontjából, hogy lehetőleg felejtse el a gyors kajákat, a gyors éttermeket, tehát most nem mondok ugye márkákat vagy cégeket, tehát próbálja minőségi ételekre törekedni, tehát hogy lehetőleg, tehát ez nyilván ez mindig vita téma lesz, de most értelemszerűen ugye az én szempontomat, vagy én tapasztalatomat mondom el, ami annyi, hogy kezdetnek mindig azt tanácsolom, hogy nézze meg, hogy mennyit szokott enni egy nap. És akkor próbálja úgy a fogyást, vagy hogy redukálja a táplálékbevitelt, tehát csökkentse a szénhidrátot, több rost legyen, a fehérje az nyilván annyi, amennyi kell, ugye testsúlykilogrammonként 2 gram legyen, ha ugye izomtömeget szeretne növelni, vagy megőrizni. De hogy a szénhidrátot kell csökkenteni, mert energiát a fehérjéből, illetve a rostokból is tudunk nyerni, tehát a szénhidrát, a keményítő kell nyilván, de tehát nem szabad túlzásba vinni. Tehát ez az egyik, hogy ugye ezeket szoktam tanácsolni, hogy mindenből vegyen el egy kicsit, és kezdjük úgy, hogy meglátjuk, mi az eredménye. Majd később jöhetnek a táplálkozás tanácsok, hogy mit egyen, mit ehet. Nyilván ugye a fehér kenyeret, liszt, és a többi, ezeket teljesen mellőzni kell. Ezeket azt mondom, hogy csalónapon be lehet iktatni, tehát nyugodtan lehet egy hamburger, egy pizza, az kell is, hogy ugye az anyagcserét ugye felpörgessük, és még jobban beinduljon a fogyás, de hogy ezeket mellőzni kell, a nem minőségi ételeket, tehát amit úgymond a multik árulnak, tehát a zsemle, kifli, ez, stb. Tehát ez nem egészséges, hogyha valaki ezt az utat választja. Tehát mindenféleképpen arra kell törekedni, hogy egészséges táplálékhoz jusson a szervezet, ásványanyagokhoz, vitaminokhoz jusson a szervezetünk, mert hogy így tudunk egészségesen élni. Nyilván egyforma részben legyen a fehérje, a zöldség, és ugye kis százalékban legyen a szénhidrát. Tehát így kell felosztani mondjuk egy tányért, hogy fehérje, ugye a rostok és ugye a keményítő, vagy mondjuk a rizs, krumpli, bármi.